Ez a Pécsi 15-ös egyéni választókerület június 9-i szavazásának végeredménye. Hihetetlen eredmény született az önkormányzati választáson. 1224 voksot kapott két jelölt is, amivel az élen végeztek, így eredménytelen lett itt a választás. A szavazat egyenlőség maradt, a jogorvoslati kérelemnek nem adtak helyt, nem volt újraszámlálás. Így időközi választást kell kiírni. Ennek időpontja szeptember 22-e. Pécs jegyzője, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, ez nem olyan lesz, mint a megismételt szavazás. Újra kell a jelölő szervezeteknek magukat regisztráltatni, nyilvántartásba vetetni, újra kezdődik a jelölti ajánlásgyűjtés és jelöltállítás, ennek eredményeként pedig a jelöltek nyilvántartásba vétele. Ugyanígy a választás napjához képest mínusz 50 nappal korábban kezdődően kampányidőszakra is sor fog kerülni, és ez egy teljesen új szavazási procedúra lesz, amelynek az eredményeként fogja majd a mandátumát elnyerni a közgyűlés 24. képviselője a Pécsi 15-ös számú egyéni választókerületben. Ez azt jelenti, hogy elméletileg új jelöltek is felbukkanhatnak. Júniusban 6 lehetséges képviselő személyére szavazhattak a kerület választópolgárai. Ez a szám változhat szeptember 22-ére. Ez csak a jelölő szervezetektől függ. Új lappal indul mindenki. A választólistát is frissíteni kell, tudtuk meg Lovász Istvántól. A névjegyzék vezetése ilyenkor tiszta lappal újra kezdődik. A szavazóköri névjegyzéket a helyi választási iroda fogja vezetni, az érintett választópolgárok, azok a Nemzeti Választási Iroda közreműködésével postai úton újra értesítőt fognak kapni a szavazás napjáról, illetve a szavazási tudnivalókról. Ennek az adattartalma egyébként hasonló, azonos lesz, mint a június 9-i választást érintően, de most nem mind a 115 ezer nyilvántartásba vett, névjegyzékbe vett pécsi választópolgár, hanem csak a 15-ös körzetben szavazásra jogosult pécsiek kapnak ilyen értesítőt. Közben az érvényes eredménnyel rendelkező körzetek egyéni képviselőit és a kompenzációs listán nyertes képviselőket is fogadták szerdán a Pécsi Városházán. Hétfőn 16 órakor emelkedett jogerőre a kompenzációs listán kiosztott mandátum, mind a 7 mandátum. Ilyen módon a tegnapi napon történt meg a város 2024-2029-es önkormányzati ciklusra megválasztott képviselőinek a mandátum levél átadása itt a Városházán a közgyűlési terembe. Ugyanakkor a közgyűlésnek a 24 tagja közül, az október 1-ével hivatalba lépő 24 képviselő tagja közül csak 23-an vehették át a megbízó levelüket. A Pécsi 15-ös választókerület nyertese lesz majd a 24. önkormányzati képviselő a pécsi közgyűlésben a szeptember 22-i választás után. Érdekesség és esély csak matematikailag van rá, hogyha újra a szavazat egyenlőség lesz és érvénytelen marad a szavazás, akkor újra meg kell ismételni azt. De erre a közel 7000-es választókerületben kicsi az esély, hiszen egyetlen szavazat is dönthet az elsőségről.